A városban helyi adót fizető és az ott lakókat foglalkoztató cégek vezetőit hívta meg Tolna polgármestere és alpolgármestere az első alkalommal megszervezett kerekasztal beszélgetésre. Most már évek óta hagyományosan partnerségre hívjuk a vállalkozókat. Most egy kicsit könnyedebb formáját választottuk ennek. Tehát én most egy kerekasztalt nevezzük kerekasztalnak, de hívtam a vállalkozókat. Korábban egy bő tájékoztatót kaptak arról, hogy a város gazdasági helyzete fejlesztései hogy alakulnak. De tekintettel arra, hogy azért ez nem változik. Tehát nyilván ami tavaly előtt terv volt, és tavaly megvalósult, én most arról tudnék beszámolni. Tolnán az önkormányzat költségvetése tavaly közel 1,5 milliárd forint volt, ebből több mint 460 millió a városban működő cégek adójából folyt be. De nem csak ezért fontosak a helyi cégek az önkormányzatnak, hanem mert rengeteg Tolnán élő embernek adnak munkát. Én megköszönöm nyilván azt a tevékenységet, amit ők végeznek, részben azért, mert jelentős adóbevételt fizetnek a városnak, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy nagyon sok tornai embert foglalkoztatnak. Tehát ez azért kétoldalú, hogy egy vállalkozás mitől működik jól. Nyilván, mint ahogy el is mondtam, a cél az, hogy minél magasabb árbevételt és minél több fejlesztést tudjon egy vállalkozás, akár kicsi, akár nagy évvégére teljesíteni. De nagyon fontosnak tartom azt is, még egyszer mondom, az adóbevételeinken túl, ami a tavalyi évben egy kb. 460 millió forintos szelet volt a város költségvetésében, ami egy nagyon jelentős szelet egyébként tekintettel arra, hogy megközelítőleg 1,5 milliárd a város költségvetése, illetve a költségvetés főösszege. Tehát ebből azért 460 millió forint az majdhogy nem a harmada. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezek a vállalkozások ilyen jól működnek. 3 klasszikusan nagy vállalkozás van a településen. Ők nyilván ennek a nagy összegnek a jelentős részét ők fizetik meg, és ők nagyon sok ember, több száz embert foglalkoztatnak. De a kicsik is ugyanolyan fontosak, hiszen nem is tudna mindenki mondjuk 500 fő felett foglalkoztatni, hiszen egész egyszerűen nincs ennyi munkavállaló a városban. Szóba került az is, hogy akár kicsik, akár nagyok a vállalkozások, komoly munkaerő problémával küzdünk. Mi egyébként, mint önkormányzat is, tehát akár a polgármesteri hivatal, akár a többi intézmény tekintetében bizony nagyon meg kell, hogy becsüljük azokat a munkavállalókat, akik nálunk dolgoznak, mert hogy elég nagy a kereslet mindenféle tekintetben. Az önkormányzatnál ezért igyekeznek olyan fejlesztéseket végezni a városban, amik még élhetőbbé teszik a települést. Tavaly évben nyertünk egy több mint 450 millió forintot új bölcsőde építésére. Ez is egy több százmilliós projekt. Jövőre, illetve ebben az évben még nem lesz meg a bölcsőde, mert ugye ez egy zöldmezős beruházás. És itt nyilván a tervezés, kivitelező kiválasztása, engedélyeztetése, ami egy hosszabb idő még előttünk áll, de én remélem, hogy minél előbb be tudjuk fejezni azt is, és akkor azt a 24 gyerkőcöt majd, akik talán ma még meg sem születtek, de majd ebből bölcsődébe tudják vinni a szüleik. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a Tolnatex BT. 290 alkalmazottjuknak 90%-a helyi vagy a környező településekről jár be Tolnára dolgozni. A cég vezetője azt mondja, Tolnán olyan gazdasági környezetet teremtett a helyi önkormányzat, amiben könnyen tudnak növekedni. Segítségnyújtásban, amiben csak tudnak, segítenek nekünk, hogy itt elsősorban különböző épületek építésével kapcsolatban, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban van kapcsolatunk az önkormányzattal, és eddig minden támogatást megkaptunk az ő részükről. A vállalkozói kerekasztalból Tolnán hagyományt akarnak teremteni, mert, mint mondták, így kötetlenebb formában tudnak arról egyeztetni, hogy milyen fejlesztéseket tervez az önkormányzat, és hogy azok mennyire illeszkednek a helyi cégek elképzeléseihez.